Még 2016-ban kezdődött, amikor Molnár István egy magyarországi delegáció tagjaként részt vett egy nigériai látogatáson, ahol különböző megbízásokat kapott nigériai kormánytól a vállalkozása, az Agrárbéta Kft. Ehhez tartozott a hulladékgazdálkodások áttekintése, és erre kellett javaslatokat tennie a cégnek. Ekkor indult az együttműködés. Amin ott csúcsosodott ki, hogy az Áriai Egyetemmel közösen létrehoztunk egy bioenergia farm tervezetet, nigériai körülmények közé leadaptálva. Azt a bioenergia farm tervezetet adaptáltuk le, ami nálunk akkor már működőképes volt és működött több éve. Ennek a folyamatnak aztán különböző állomásai vannak, engedélyeztetési eljárások, magyar hibridek, kukoricahibridek engedélyeztetése Nigériában, készfertőtlenítő engedélyeztetés, stb. Aztán sajnos közben jött a Covid, ami nem csak Magyarországon, önállók is lezárt országhatárokat jelentett, és így nem tudtuk folytatni ezt a kapcsolatot, majd ez év tavaszán újraindult, így most a második delegáció érkezik hozzánk ezzel kapcsolatosan. Több államot érint Nigérián belül az a koncepció, amely vidékfejlesztési elképzeléssel van egybeépítve, tette hozzá Molnár István. Ezek közé tartozik a Zári környéke, az Ekiti állam környéke, illetve most Abia állam környéke, így kerültek hozzánk most az Abia állam vezetői, kormányzójai és országgyűlési képviselők megtekinteni azt a rendszert, amit mi is sikeresen működtetünk 12-14 éve. Tapasztalatszerzés a célja a nigériai delegációnak. Az itteni körülmények természetesen nem azonosak az afrikaival, ezért mindent a déli kontinens és azon belül Nigéria természeti földrajzi körülményeire, klímájára kellett adaptálnia a magyar félnek. Más közgazdasági körülményekről, más emberi tudásról beszélünk, ezért ez az egész rendszer egy picit lebutított, és ez macskaköröm rendszerként plusz technológia beépítésekkel adaptálva van a nigériai körülményekhez, és most azért jönnek ide, hogy megnézzék saját maguk, és értekezzünk a műszaki, technológiai, kivitelezési dolgokról, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is néz ki egy ilyen rendszer, és mi kell a működtetéséhez. Az ehhez szükséges pénzügyi beruházást a nigériai partner biztosítja. Ezt ők finanszírozzák, nem mi finanszírozzuk, mi úgynevezett technológiai segítők vagyunk ebben az egész rendszerben, tehát adjuk a know-how-t mögé, adjuk az oktatást mögé, hiszen a Matéval van egy együttműködési megállapodásunk, hogy amennyiben ez a program Nigériába elindul, akkor a biotechnológiát ismerni kell a szakembereknek, akik ezt működtetni fogják, tehát sok minden ráépül Magyarország tekintetében, ha sikeresen tudjuk lezárni ezt a projektet, és megállapodás fog a végén születni köztünk, hogy ők ezt ki akarják vitelezni otthon. Ezen a feladaton sok szakember dolgozik itt Dombóváron és az ország más régióiban, városaiban. Körülbelül 8-9 fő mérnök dolgozik, nem csak Dombóváron itt nálunk, hanem Gyöngyösön, a Maténál, Budapesten, Halásztelken például, nehéz lenne összeszámolni pontosan, hogyha az egész rendszert nézzük, és csak a mi oldalunkat, akkor itt is legalább 4-5-en foglalkoznak ezzel a különböző kérdéseknek és feltett problémáknak a megválaszolásával. Az Agrárbéta Kft. Többször járt már Nigériában és Gánában is. A kölcsönös jó kapcsolat eredményes munkát hoz. Hát szerintem Nigériában legalább 20-30 alkalommal voltunk várként, mióta elkezdtük ezt az egész rendszert. Akkor, amikor Zárjával összeraktok, akkor lényegében két havonta legalább egy hetet kint voltunk a kinti mérnökökkel, villamos rendszer felügyelőkkel, mint nálunk az MVM, ilyenekkel tárgyalni a rácsatlakozási pontoktól kezdve a decentralizált energiállátási rendszer kialakításáig. A delegáció megtekintette a Dombóvár mellett található Birkamajori telepet, valamint a Kaposszegcsői üzembe is ellátogatott.